köszöntök én is mindenkit. Tényleg csak röviden szeretném elmondani. Két apropója lenne annak, hogy itt ma megkértük polgármesteret, hogy ünnepésre vágják a szalagot, egy másik jeles eseményt is megünnepeljünk. Egyrészt, hogy ez a díszfaiskola hivatalosan megnyitná akkor a kapuit, ami a Városgondjárséget Kft. Eger kert nevű díszfaiskolája lenne. Mi megtartottuk ezt a korábbi nevet, mert a neve is tükrözi hülyen a ragaszkodásunkat, elkötelezettségünket a városunk iránt. Én azt gondolom, hogy az esemény fontosságát alátámasztja azt, hogy a közgyűlés 9 tagja van jelen, tehát kis ilyen határozott képesek vagyunk, akár különböző döntéseket is hozhatnánk. Mert itt vannak olyan kollégák is, akik a városüzemeltetés, a városszépítés, a közterületek rendjét, a virágosítást szívügyük megtekintik. És én azt egy nagyszerű dolognak tartom, hogy ebben a városban valóban az elmúlt évtizedekben is a rendszerváltás követően a városszépítés és virágosítás az egyik legfontosabb olyan kérdés, amelyben széles körben konszenzus szervezetek, a magánszemélyek, a vállalkozások is folyamatosan kezdeményezőek, aktívak és támogatóak. Ebben a munkában egy nagyon fontos intézményi háttér a Városgondozás Kft-nk, amelyik igazgató itt régebbi dolgokat említett, én csak a közelmúltat említeném, hogy a Városgondozás Kft-nk